ezen a Földön, ezen a bolygón, ahol vagyunk. Ide jön mondjuk egy külső bolygóra egy másik idegen lény. Megvizsgálja a földi élővilágot. Az emberiséget megfigyeli. Ő mit gondol, hogy mi a legeszményibb étel, féleség, ételcsoport a Földön az emberek számára? Egy kívülálló. Mit mond? Zöldség. Zöldség. Hús. Gabona. Ki mond már? Gyümölcs. A gyümölcs. Ki mondta? Gyümölcs. A gyümölcs. De miért? Hát nem nagyon sok. Na gyümölcs. Vitamin van. Mert gyümölcsöt megtalálja az ember az erdőben. Megeszi úgy, ahogy van. Nem kell semmit csinálni vele. Nem kell főzni, sütni. Nem kell elvágni a nyakát. Nem kell földarabolni, meg megnyúzni. Tehát a gyümölcs. A lédús gyümölcs, most figyelj, a lédús gyümölcsöt, ha esszük egész nap, mint a sok majomféle, egész életünkben el lehet a gyümölcs ellen. 100 év. Komolyan. Nézzük a másodikat. Ami még, van még egyféle gyümölcs, melyik gyümölcs? Ami szintén termés, de nem lédús gyümölcs, hanem a magvak. Mint olajos magvak, mint a csonthéjas magyaró, dió, a mák, stb. Na, hát hogy... Tehát lédús gyümölcs, olajos maggyümölcs, ezek az eszményi táplálékok, minden tápanyag bennük van. Mennyi sok kicsapódik a vízporaló szerkezetben. Az mind belénk kerül és lecsapódik, ha nem tudjuk kipisírni. A sok-só fölösleges, ezért olyan vizet kell inni, amiben nincsen só. És ha nincs só, akkor só honnan veszünk magunkba? Sok ásványi só, nyom elemet. Tehát honnan veszünk magunkba? A növényekből. Abban a szerves kötésben vannak a sók. Tehát figyelj! Tehát szerves kötési anyagokban van a víz. Az szívódik fel, és a kellő megfelelő mennyiségű és fajtájú nyomelem és ásványanyag abból kiválasztódik és beépül a szervezetbe. De az a vízbe levő sók, mindenféle ásványi sók, azok nem szerves, hanem szervetlen sók felszívódnak a bélbolyókon át. Hova kerül? A sok víz folyó, hova szívódik fel? Először hova szívódik fel? Hova lévi? Itt van a nagy baj. Nem az önök hibája, az egész társadalom hibája, hogy olyanokat tanítanak az iskolában a gyerekeknek, differenciál számítás, mindenféle kémiai kötések és logaritmus, de nem tanítják meg az embernek, hogy működik a saját teste. Hát hova szívódik fel a sok folyadék, amit felszívnak a vérbolyó? De először hova szívódik? A vérbe. A vér viszi körbe-körbe a szervezetben, és a vesek szűrik ki a fölösleges sókat, ha még bírják, és kivizet. Ami nem tud kiszűrődni, az lerakódik a sejtekbe, érfalakon, meg a csontokon, meszesedést okozva, csont és érrel meszesedést, és jönnek a köszvény, meg az infarktus, és mindenféle baj. Elzárulnak az evek, és nem mozog a nyakunk, stb. Tehát a legjobb az, hogyha olyan vizet iszunk, amiben nagyon kevés a só. Melyik ez a víz? Ne. A desztillált víz, de a sótartalom 0%. A desztillált víz az esővíz is. Lehull az esővíz, abban nincs só. Tudjátok miért? Mert felszáll a pára, nem tud felszállni vele a só, mert nehéz. A só lemarad. Ezért van vízköves poharunk, meg vízköves mosogatónk, mert a felszálló párában nem tud felszállni a só. Az ásványi só. Ott marad a tárgyakon. Az a sok fehér foltot, mint só. Ez felszáll a pára, és az esik le, mint eső. Az esővizet vissza az emberiség és a sok állat évmilliók. Az esővíz. Abban nincs só. Ezt kell nekünk. Ez jó, a desztillált víz készítő gép elég drága, de én nekem nincs otthon, hanem van nekünk vízszűrő készülékünk, és akkor a vízszűrő nem csinál teljesen sómentes vizet, de a legtöbb fölösleges só kiszűri,
nincs benne klór, nincs benne vegyi anyag, nincs benne gyógyszer, származék, hormonok, egyéb vegyi készítmények, amik a vízben vannak, mert a Dunából veszünk ki a vizet, mindenféle szennyezett vizekből jönnek a vizek, jön a víz a mi csapunkba. Na nézzük. Nézzük, tehát akkor elmondtuk a tejet, mondtuk a vizet, legjobban a sómentes víz. Jó a forrásvíz is. A húsokról azt kell tudni, hogy én is ettem 28 évig sok húst, rengeteg húst ettem. Azt hittem, a sportolónak kell sok húst tenni. Aztán rájöttem, hogy nem kell, és azóta én nem eszek csak növényeket. A húsok közül, ha eszik valaki hús, akkor azt tanácsoljuk, hogy ne vörös húst tegyen, mint legyen halat tegyen, kagylót, csigát, tengeri élőlényeket, meg mondjuk madarakat, szárnyas. De a disznót meg különösen nem javasoljuk, mert a disznó hús okoz a legtöbb bajt, csúsz, köszvény, és viszont a disznó a tisztátalan állat, azért nem eszi meg több mint 1 milliárd mohamedán muzulmán ember a disznót, mert a tisztátalan állat szárnyas. Se a arabok, a perzsák, irániak, az összes muzulmán ember nem eszi meg a sertéshús, még a zsidók sem. És a marhás érdemes megenni, mert a marha adja nekünk a tejet, a tehén ugye, ezért tisztelik Indiában a teheneket, hogy ő a tejadó, isteni anyácska állat. Gyermekek, felnőttek, főleg a gyerekek, meg idősek, felelősek vagyunk értük, ezért a leginkább, ezért minél inkább a legtermészetesebb módon kell viselkednünk, és gyógyítanunk egymást, és szeretnünk, és éltetnünk. Kívánok mindenkinek áldásos, boldog életet!